A hoci és annak meg annyi változata szerepelt az első bonyhádi labdarúgó családi napmenő kártyáján. Az ősi láptengó mellett lehetett szlalomozni az akadályok között, mintha csak egy edzésen lennénk. Ki lehetett próbálni a térhódító útjára mostanság elindult Tegbalt, aminek ugyebár a brazil Ronaldinho a marketing arca világszerte. Ki lehetett próbálni kisebb-nagyobb távokról a méltán népszerű célbarúgást. Íme egy-két sikertelen, de mégis biztató kísérlet. Délelőtt volt apa-fia futballmérkőzés, célbarúgó verseny a két kapu mögött, és természetesen ez a családokkal együtt, az a szülőkkel együtt egy közös program volt. A hagyományos futballban jó évet zárt a bonyhádi VLC. A felnőttek megnyerték az utóbbi évtized legnívósabb megyebajnokságát, mégpedig saját téglából építkezve. A 20-as keret döntő többségében saját nevelésű játékosok találhatóak, amire okkal lehetnek büszkék a klubnál, amire más hasonló nagyságrendű egyesületnél ritka példa. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi iskolákkal, pedagógusok az edzőink is, illetve vannak közötti pedagógus nevelés pedagógusok is, úgyhogy szerintem biztosító van az utánpótlás. És jelenleg minden korosztályban azt mondhatom, az U7-ben van egy kisebb, most idén egy kisebb létszámmal dolgoztunk, de mindenhol ilyen 25-30 fő között, minden korosztályban 25-30 fő között rendelkezésre. Arra azért pár évet kell várni, hogy újból a felnőtt csapat kapuján kopogtasson annyi gyerek, mint az elmúlt években? Azt gondolom nem. Tehát ha megnézzük az idei évet, egy Sásdi Bence, aki az U19-ből jött, már ott van, és nem hogy kopogtat a felnőtt csapat ajtaján, hanem most már többször kezdőjátékos is volt, és az edzéseken is most már egyre többen vesznek részt az Kaufmann Bencét megnézzük, ő U17-ben játszik, és már a felnőttben is, és elég nagy szerepe volt ahhoz, hogy idén bajnokcsapat lett a Bonyhád. Fontos gólt rúgott például nekünk Tolnán, úgyhogy én azt mondom, nyugodt vagyok az utánpótlással kapcsolatban, mert vannak tehetségeink, akiket a vezetőedző be tud építeni a csapatban. Erre a legjobb példa Sásdi Bence, az ifi csapat oszlopos tagjaként helyet követelt már magának a felnőttben is. A védekező típusú középpályás egyfajta kényszerűségből a csatársorban is szerepelt a tavaszi idényben. Sajnos ugye pár támadó játékosunkat elvesztettük télen, munka, egy családi okok miatt. Így kellett megoldjam támadóként, ugye védekező középpályás az eredeti posztom, de úgy érzem, ezt is meg tudtam oldani, és próbáltam a 100%-ot nyújtani végig. Védekező középpályásként volt-e úgymond nagy hal, akit levettél a pályáról, mert az volt a taktikai feladatod? Soha nem mentünk úgy meccsre, hogy valakit leszedjünk, tehát nem volt olyan külön ráálltunk emberre. Próbáltuk megszűrni a támadásokat az ellenfélnél, a védőknek a munkáját könnyíteni. Ennyi volt az egész, nem volt külön ember. Mik a gyengéd, amit javíthatunk? Hát a hozzáállásom azt szerintem nincsen probléma, itt vagyok minden edzésen. Fizikailag kéne még nőjek, mindenképpen a fentmezőnybe. Abban még gyengének érzem magam. Technikailag szerintem rendben vagyok, azzal nincsen probléma, fizikailag kell még fejlődjek mindenképpen. Ez azt jelenti, hogy konditerembe menni, izmot felszedni, és a leütközésekbe, a védekezésbe, a testes elleni küzdelembe kamatoztatni ezt? Persze, igen, hát védekező közepén ugye muszáj ütközni, tehát az fő elvárás, és abban érzem azt, abban én fejlődnöm kell. Oda megyek így is, de még kell fizikailag fejlődni. Technikai téren legfőképpen a passzjátékban való fejlődést az is szolgálja, hogy a bonyhádi játékosok közül most is nagyon sokan a téli holtigényben és a nyári hónapokban futzáloznak, kispályáznak, vagy éppen strandfociznak, aminek most kezdődik majd a szezonja. Szóba hoztuk a minapi klubvezetői bejelentést a fiatal játékosnak. A Bonyhád ugyanis megyebajnokként nem indult az NB3-as osztályzón, így lemondott a harmadik vonalbeli szerepelésről. Örültem volna neki, hogyha NB3-on fölmegyünk, ez ott a célunk évelején, ezt beszéltük meg. Sajnos ez nem így alakult. Jövőre harcolni fogunk mindenképpen, bajnokságot megnyerjük és föl szeretném menni mindenképpen. A családi napon ismertették egyes korosztályos csapatok titkos házon belüli döntését, amikor is maguk a játékosok voksoltak a csapat legjobbjára, amire itt a családi napon terült fény. A játékosok egymás közt egy szavazást hajtottak végre, kiválasztották saját maguk közül a csapat legjobbját, és természetesen őket is díjaztuk, illetve volt egy kisebb tombola sorsolás is, ezzel tartottuk fenn a figyelmüket.
A hagyományteremtő céllal létrejött első Bonyhád VRC családi focinap zárásához, a közös produkcióhoz már nem volt szükség sem labdákra, sem kapura, semmilyen egyéb kellékre.